Mennek a nők? Szétszednek? Hála Istennek, igen. Igen. És én most... Mi van? Mondtam valamit rossz? Nem. De ha mondtam valami rosszat, mondjátok! Most szingli vagyok. Erről mindenki tudja, hogy szingli vagyok. Ez igazság, hogy most nincs nekem annyira sok idő csajozni, mert egyszerűen tényleg nekem most a munka és a karrier a legfontosabb, mert most jól megy a dolog, és én nagyon akarok, hogy így is fog maradni az egész. Hol ismerkedsz egyébként? Az nagyon jó kérdés, mert én egyszerűen nem járok a szórakozó helyen. Nem érzem biztonságban magam is, és én inkább a házi bulikat, és ott majdnem mindenki mindig ismerem, akkor így nehezebb volt találni új nőt, hogy énekeltem, és egyszerűen oda jött hozzá, látod, megint, és beszélgetünk a Facebookon, és az volt, és jön a szerelem. Utána elmondta, ez más dolog. Tehát, hogy tovább léptél? Ja, persze, hát így kell, hát fiatal vagyok. Ő, a Rita is, ő még fiatalabb, mint én, akkor nincs semmi gond, hát még biztos jön azt az igazi. Tudsz egyébként főzni? Nem tudom. Nem? Nem tudom. Nem tudom főzni. Hát lehet, hogy inkább lusta vagyok, mert hogyha nagyon kell, akkor szerintem valami megcsinálom teját, orró teját. Igen, meg azt említetted egy fél mondattal, hogy te a fiúkat is megnézed. Öltözkedés. Igen, öltözkedés, hát természetesen, hogy én is fiú vagyok, és hogyha látom valamit, ami még nem láttam, akkor én is, igen. És olyan is történt, hogy hozzámentem és megkérdeztem, hogy honnan vette azt, mert egyszerűen tök jó. De én boldog vagyok, hogy van nekem férfi rajongó is, mert egyszerűen ezt a dalokat, amin én énekelek vagy képviselek, ez pároknak szól, és az nagyon fontos, hogy a fiúkat is látom a fellépésen. Ez fontos, hogy nem csak a nők, de van a férfi, van a idősek, van a fiatalok, minden van, ami kell. Itt Magyarországon jól érzem magam úgy, mintha otthon lenni. Én akartam a zenekart, mert az teljesen más érzés, hogy van mögöttem egy 6-7 embert, aki velem élvezik az egész. És szerintem ez sokkal látványosabb, mint hogy csak egy ember áll a színpadon. Én szerintem négy műsorot csináltam, egyiket sem nyertem. Mindig harmadik voltam, második voltam, de én a Magyarországon nyertem egy szeretet, ami szerintem a legfontosabb. Mert hogyha nincs nekem a rajongóim, akkor kinek fogok énekelni, minek fogok énekelni.